Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a felvételt megtekinted. Tehát valami szól neked is. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam a jóslásoknál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt látható, hogy a kezébe veszi ezt a kartot, tehát intézkedni fog, döntéseket hoz. Azon kívül keresi veled a kapcsolatot, hiszen ez a kártya jelenti a kommunikációt is a levegő eleménél, némlik erről van szó. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát? Hát ő sajnos úgy lefele tekint, és fél attól, hogy veszteség lesz. Vagy kiadások, anyagi veszteség, vagy fél attól, hogy elveszíti a munkáját, az is lehet, hogy most szomorú, és fél attól, hogy elveszít téged. Neki nem a földre kellene tekintenie, hanem itt a háttérben ezt a szent képet kellene észrevennie, hiszen minden rendben van, de ő most nem így érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt megvan a varázslatos kisugárzás részedről, megvan ez a vonzalom, itt döntéseket hoz, beszélni akar veled, keresi a kapcsolatot. Itt látható, hogy vannak nála félelmek, vagy beszámol erről, vagy nem, de a kártyák mutatják azt, hogy ezt jó lenne, ha tudnád, hogy vannak nála problémák, félelmek, és neki valamit másképp kellene tekintenie. A következő kártya azt mutatja, hogy mi fűz össze benneteket. Itt szintén megjelenik ez a kard, ugyanúgy, mint nála is, tehát nálad is, itt döntésekről lesz szó. A kard az segít abban, hogy elvágja ezeket a félelmeket vagy bizonytalanságokat, és fontos, hogy beszéljetek a jövőről. Itt megvan a vonzalom, meg lesz a segítség, minden jóra fordul, ezt ígéri itt ez a varázsló. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!